Sziasztok! Ez itt a Firkasaurus, és ebben a videóban megtanulhatjátok, hogy hogyan rajzoljunk le egy cicát lépésről lépésre. Kezdjük is el, rajzoljunk egy egyszerű ívet fellőre. Ez lesz a fejének a teteje. Szépen óvatosan haladjunk. Ha ez az ív megvan, akkor először bal oldalt folytassuk, úgyhogy a végén arra törekedjünk, hogy egy oválist kapjunk. Ha megvan, jobb oldalról is húzunk egy ívet, és szépen úgy alakítjuk, hogy összeérjen ez a két vonal. Ha ezzel megvagyunk, jöhetnek a szemei. Két karikát kell rajzolnunk, egyet bal oldalra, egyet jobb oldalra. Szépen óvatosan rajzoljuk, törekedjünk arra, hogy egy igazi kör jöjjön ki belőle. Kész az egyik, jöhet a másik. Próbáljuk meg egyformán rajzolni őket. Ha ezzel elkészültünk, jöhetnek a pupillák. Kisebb karikákat rajzoljunk a szemekbe, úgy, hogy a feje közepe felé hozzáérjenek a szem karikájához. A jó nagy pupillákkal azt érjük el, hogy cukibb hatása lesz neki. Ha ezzel elkészültünk, rajzoljuk meg a fény csillanását, két kisebb karikát rajzoljunk, egyet-egyet mindegyik pupillába. Ügyeljünk arra, hogy a jobb felső részéhez rajzoljuk mind a két pupillának. Ha ezzel elkészültünk, jöhet a szem írisze, ezt két egyszerű ívvel rajzoljuk meg a pupilla és a szem körvonala közé. Majd egy lefelé néző háromszöggel megrajzoljuk a kis orrát, és ebből két horogszerű alakzatot rajzoljunk, egy jobbra nézőt és egy balra nézőt, ez lesz a kis pofia, ebből pedig egy egyszerű ívvel és egy vonallal rajzoljunk egy nyelvet. Ha ezzel elkészültünk, kezdhetjük is a testét, egy nagyon nagy körívet rajzoljunk, körülbelül akkora legyen, mint a feje, ha nem egy picit nagyobb, bal oldalról is húzzunk egy nagy ívet. Jobb oldalról is, de alul ügyeljünk arra, hogy ne érjenek össze, hagyjunk egy kis helye, ide rajzoljuk a lábát, ezeket két egyszerű, kicsit hosszabb szárú U alakkal oldjuk meg. Ha ezekkel elkészültünk, kössük össze a két láb között, ezzel készen van a hasa is. Majd rajzoljunk egy karikát a nyaki csengettyűnek, abba pedig rajzoljunk három kis vonalat, ahogy a videón láthatjátok, és utána két egyszerű ívvel kössük hozzá a test és a fej érintkezéséhez, ezzel kész is a nyakörve. Rajzoljunk két egyszerű ívet a fülének, ez a két ív formáljon egy háromszöget. Majd ha ez kész, rajzoljunk bele egy kisebb háromszöget, úgy, hogy a fej közepe felé eső részénél kicsit vastagabbra hagyjuk a közti részt. Majd ha kész vagyunk, ismételjük meg a túloldalon is. Majd végezetül jöhet a farka, ehhez rajzoljunk egy egyszerű hullámos vonalat, majd a fordulópont után ügyeljünk arra, hogy egyenlő távolságot tartsunk mindenhol a másik vonalhoz képest, és így vezessük vissza a vonalat. Ezzel elkészült a kis cicánk, most mutatok pár példát, hogyan színezhetitek ki, de a végeredményt a fantáziátokra bízom. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel! Köszönöm a figyelmet!